varró nő, mivel nem tudtam elhelyezkedni, ezt az életet választottam. Ez a legkönnyebb jövő pénzforrásunk. Míg ezelőtt 10 évvel 80%-os, 90%-os volt a romák foglalkoztatottsága, most ugyanilyen százalékú a munkanélküliség. Ez szerintem egy olyasfajta dráma egy népcsoport életében, mint lehet egy ország vagy egy földrész életében egy háború. És a cigányok a zenei életben elég tevékenyen részt vesznek, ami az én véleményem, hogy nekük született adottságuk van a zenei pályára. És ha ügyesen kihasználnák, és engednék, hogy kihasználják, és engednék is érvényesülni őket, akkor valószínű, hogy nagyon magas fokot tudnának elérni és felmutatni a világ bármelyik részét. Mondom őszintén, hogy nem nagyon hangoztatom, hogy én most cigán vagyok, vagy nem vagyok cigán, mert végül is szerintem manapság az ember ezzel nem büszkélkedhet, úgyhogy... Miért? Hát mert... Akárki, mondjuk, ha csak a tévét bekapcsoljuk, és rengeteg ilyen cigány műsorban, mindenhol csak azzal, hogy lehordják őket, és hogy itt lopnak, itt csalnak, stb. És hát erre viszont élet nem lehet büszke az ember. Mi mindig is a szívünkkel és a nagyon-nagyon igaz őszinte képességünkkel tudunk bármilyen országban élünk, annak az országnak a kultúrájában részt venni. Részt tudunk, részt akarunk, és részt fogunk venni, ha tetszik, ha nem. Ne